Nézzük a feladatnak a B részét, amelyben a három lányhoz Dóri és Emma csatlakozik, azaz most az öt lány fog véletlenszerűen leülni a padra, ugye? Véletlenszerűen az azt jelenti, hogy tetszőleges sorrendben ezt megtehetik, nem meghatározott az, hogy helyet fognak foglalni. Jó? És akkor tulajdonképp kezdjük is már azzal, hogy hány féleképpen is tehetik ezt meg, jó? Tehát tulajdonképpen a kimenetelnek az összes ugye esetét számoljuk össze, azaz ugye az összes esetek számának a meghatározásával, jó? Hát itt jól láthatóan ugye öten vannak, öt lány, tehát akkor van öt pozíciónk, 4-5, és hát ugye bármelyik lány leülhet az első helyre, tehát akkor ide van választási lehetőségünk, ugye öt lány közül, tehát akkor öt lehetőség van. Ugye emlékszünk rá az előző videónak, hogy úgy szétágazik a fánk olyan öt ágra. Ezt követően ugye négy lány marad, és teljesen mindegy, hogy melyik fának az ágán vagyunk, az mindegyik négy részre fog tovább tudni ágazni, ezért van az, hogy itt 5x4, tehát szorozni kell ezt az esetet, ugye ezen eseteknek a számot. Hát ezt követően már ugye el a harmadik pozícióra három lány marad, és akkor megint mindegyik ág tovább fog ágazni, tehát akkor szorozva 3-mal, és akkor értelmezően szorozva 2, szorozva 1. Persze az összes lehetőségeknek a száma, tehát ez azt jelenti, hogy 120, tehát a kimenetelek száma az 120. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy ha van n darab különböző elemünk, n különböző elem, különböző elem, akkor az összes lehetséges sorrend az n faktoriális lesz. Ugye jól tudjuk, hogy az első öt számnak a szorzata az pontosan az 5 faktoriális. Jó, tehát 5 faktoriális. Tehát ezek alapján megvan az összes eseteknek a száma, tehát véges sok kimenetelünk lehet, illetve ugye a szövegben benne volt, hogy véletlenszerűen ülnek le, ami esetünkben nekünk azt jelenti, hogy bármelyik kimenetelnek az esélye ugyanannyi, tehát azonos valószínűséggel fognak helyet foglalni, így egy adott esemény, ugye van három is, adott esemény valószínűségét, a kedvező esetek száma per az összes esetek száma alapján számoljuk ki. Na nézzük csak, ugye van, hogy mondtam, van három eseményünk is. Kezdjük az elsővel, tehát annak a valószínűségét kell megadni. A és B a pad két szélén foglal helyet. Tehát ahogy mondtuk, ugye ez itt a kedvező per összes. Hát az összes esetek száma az egyértelmű összeszámoltuk. Mi a kedvező? Nyilván a kimenetelek közül azon azok, amelyekre az adott, hát konkrétan ez az esemény bekövetkezik. Jó? Tehát amit biztosan tudok az az, hogy ugye az összes esemény az 120. És akkor csak meg kell nézni, hogy ugye melyek a jó kimenetelek, amelyekre ugye teljesül ez a feltétel. Tehát A és B a pad két szélén van, ugye hát természetesen van 5 pozíció, és akkor ugye itt azt kaptuk, hogy A és B a pad két szélén. Tehát ez azt jelenti, hogy A-nak vagy B-nek az első vagy az utolsó pozíciót kell elfoglalnia. Tehát ide ugye A vagy B ülhet le, és persze, hogyha ez azt jelenti, hogyha valamelyik leült, akkor természetesen csak a másik marad ide. Tehát itt 2, itt pedig ugye 1 választási lehetőségünk van. Most a másik maradék 3 pozícióra nyilvánvalóan maradék 3 lány ugye ülhet le, és akkor természetesen ugye ezt a pozíciót hárman vannak, akkor ezt így háromféleképpen lehet megtenni, ezt követően a következő pozíciót már csak 2, és ott az utolsó megint csak 1 kerül. És akkor megint csak ugye a fa elágazásra utalva, ezért ők ezeket össze kell szorozni. Tehát ugye ez itt 6x2, ez 12 lesz. Tehát akkor ugye
Ugyanakkor, tehát mondjuk 12. Ez a kedvező eseteknek a száma. Jó? Tehát akkor megkaptuk, hogy ennek az eseménynek a valószínűsége az 1 tized. Második esemény, azt mondja, hogy A és D között, A és D között pontosan ketten ülnek, tehát kedvező per összes, ugye eset száma. Ugyanarról a kísérletről van szó, még ezt nem kell összeszámolni az összes esetek számát, hiszen nyilvánvalóan 120. A kísérlet az nem változik, csak más eseményre kérdezünk rá. És kedvező, az pedig, hogy A és D között pontosan ketten ülnek, tehát akkor megint csak vegyük fel, ugye van 5 pozíciónk, 4, 5, és akkor A és D között pontosan ketten. Tehát, hogyha az A vagy a D közül valamelyik elfoglalja az első pozíciót, tehát, hogy itt ugye A vagy D van, akkor az azt jelenti, hogy ketten között, hogy aki itt nem foglalt helyet, annak mindenféleképpen itt kell helyet foglalnia. A, D. Tehát ez bizonyos szempontból hasonló az előző feladathoz. Ugye, hogyha itt ez leült, akkor bizony ezt a pozíciót kell elfoglalni. Hát akkor most már használjuk, hogy N különböző elem, N faktorális sorrend. Tehát ugye két lány, két pozíció, az nyilván két faktoriális féleképpen történhet meg. És a letakarva ezt a két pozíciót, akkor ugye van az a maradék három pozíció, a maradék három lánynak nyilvánvalóan akkor az három faktoriális féleképpen lehet megtenni, és ugye ezt megbeszéltük, hogy az elágazás miatt szorozni kell. Igen, ez a sémák van akkor, hogyha ugye az A vagy a D az első pozíciót foglalt el. De hát vegyük észre, hogy az is lehetséges, hogy nem az első pozíciót fogják elfoglalni, hanem a második pozíciót fogja A vagy D elfoglalni. Természetesen, hogy kettőnek közöttük, akkor már azt jelenti, hogy nyilvánvalóan az utolsó pozícióba fog kerülni az, aki ide nem ült le. De ez a másik sémánk van, ami persze teljesen hasonló, mint az előző, mert itt is ugye itt van ez a két, mondhatjuk azt is, kötött pozíció. Ebbe a kettőbe kell a két lányok leülni, ez két faktoriális, marad a három, ugye a maradék három lánynak, az pedig három faktoriális féleképpen lehet. Tehát akkor, ugye, ezt persze kell adni. Jó? Tehát akkor ez kétszer, és akkor két faktoriális szor három faktoriális. Jó, hát persze ezt kiszámolhatjuk. Ugye, ez itt 4x6, az 24. Tehát ez 24 féleképpen tehetjük meg. Tehát akkor ez itt ugye 24 120-at, és ha 12 120 az 1 tized volt, akkor ez nyilván az 1 ötöd lesz. Jó. Nézzük az utolsót, abban pedig az van, hogy ACE egymás mellett ülnek. Ugye? Tehát akkor itt is. Kedvező esetek száma osztva az összes esetek számával, és persze az összes esetek száma 120, ugyanarról a kísérletről van szó, és a kedvező eseteket, tehát a kimenetelek közül össze kell szednünk, ugye amelyeket teljesül ez az esemény, amikre bekövetkezik, és akkor nézzük, ugye 5 pozíció van, 1, 2, 3, 4, 5, és akkor ACE, ez három lány egymás mellett ül. Tehát, hogyha valamelyikük elfoglalja az első pozíciót, ACE, itt van, akkor természetesen azt jelenti, hogy a maradék két lánynak ezt a két pozíciót kell, tehát bizonyos esetben ez lesz ilyen szempontból kötött, mert hogyha itt az első valamelyik az AC-ből leült, akkor az biztos, hogy a három lány közül, ugye, másik kettőnek ide, vagy ide kell ülnie. És akkor ez mit jelent? Ugye van három pozíciónk, és három ugye lány. Tehát akkor ez nyilvánvalóan, ez itt három faktoriális féleképpen történhet meg. A maradék két hely, a maradék két lány, az pedig két faktoriális féleképpen ülhet le. Tehát akkor ez itt három faktoriális szorozva, két faktoriális sor.
ez az eset, amikor elfoglalták az első pozíciót. De természetesen lehet, hogy az első pozíciót nem foglalják el, hanem a második pozícióba fognak előbb leülni, akkor ezek után, mert egymás mellett ülnek, elsőt nem foglalták le, akkor ezt a kettőt kell, hogy lefoglalják, tehát akkor itt A vagy C vagy E, A vagy C vagy E kerülnek. Jó, de hát ez teljesen hasonló az előzőhez. Ugye itt van három pozíció, három lánynak, tehát közben van három faktoriális főleképpen történhet meg, maradik kettő, maradik két lánynak, két faktoriális főleképpen. Tehát ez is három faktoriális, két faktoriális. No, és hát természetesen ebből is jól látható, hogy ezt a három esetséget még arrébb tolhatom, tehát az is egy, a kimenetelekben, ugye kielégíti majd ezt a eseményt, amikor tulajdonképpen az utolsó három pozíciót foglalják el ők. Tehát A, C, E, A, C, E, A, C, E. És hát ugyanaz a sem. Jól látható? Három pozíció, három lány, három faktoriális féleképpen. És akkor a maradék két pozícióra természetesen két faktoriális. És én mondtam, hogy ezeket össze kell szorozni. Tehát ez itt háromszor, és akkor három faktoriális szorozva két faktoriálissal, hát ez pedig 36 lesz. Jó? Tehát 36 120-ad, hát hogyha 12 120 az 1 tized volt, akkor ez 3 tized lesz.